a little short video. Sajnos nem találtunk kézbevehető változatot az legújabb objektívjeikről, úgyhogy csak így a vitrin mögött tudjuk megmutatni. Itt alul látható a két új 150-600 mm-es objektívjük, amiből mindjárt kettőt adtam ki. A jobboldali, a sportváltozat, ez sokkal jobb minőségű anyagokból készül. Nagyobb egy kicsit, fém, időjárás álló, teljesen fém egyébként, és több extra lencsetag található benne, 2 darab FLD és 3 darab SLD lencsetag, illetve hát nagyobb a szűrőmenete, tehát 150-105 mm-es a szűrője. Az általános, vagyis mindennapos használatra tervezett változat ugyanazt a gyújtótávolságot és ugyanazt az F5-6-3-as fényerőt kínálja, mint a sportváltozat. Egy kicsit olcsóbban, egy kicsit gyengébb anyagminőséggel. Itt csak a bajonett környéki rész fém, az összes többi rész műanyag, nem időjárás álló az objektív. Kicsit kevesebb benne a lencsetag, más egy picit a talán 20 centivel, tehát ilyen 2 méter 8 helyett 2 méter 6 a közelpontja, kisebb szűrő kell bele, és azt hiszem már említettem, hogy olcsóbb is. Ezen kívül megjelenik két profi telekonverterük, egy 1.4-es, illetve egy 2-es telekonverter, szintén csak itt tudjuk megmutatni, és egy 18-300-as, igencsak impresszív zoom átfogású, azt hiszem, hogy 16 és feles, vagy 16,6 szoros zoom átfogású, standard, mindennapos, mászkálós zoom objektív. Az összes objektív természetesen tükörreflexes gépekre való, a két nagy objektív full frame gépekre is feltehető, a kisebb zoom objektív pedig APS-C szenzoros gépekre tervezett.